Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kora tavasz a kertekben, szükség van lehűlésre és mínuszfokokra. Magyar Kultúra Hete, számos programmal készültek Szekszárdon. Balesetek Tolna vármegye útjain, esemény dúsan telt a hétvége. Vászbau kupa, 2 év kihagyás után szervezték meg ismét a tornát. Bár az enyhetélnek számos pozitív hatása is van, például, hogy a melegigényes növényeket kevesebb fagykár éri, a szakember szerint szükség van lehűlésre és mínuszfokokra ahhoz, hogy kevesebb kártevő és kórokozó okozta betegség nehezítse az emberek dolgát a kiskertben. Az elmúlt hetekben rendkívül enyhe volt az időjárás hazánkban. Nagy Mátis Eszter kertészmérnök szerint megvannak az előnyei, illetve a hátrányai is a koratavaszias időnek. Többek között be lehet pótolni az ősszel elmaradt munkálatokat, vagy akár előre is lehet dolgozni, mondja a szakértő. Ilyen munka lehet például a tisztítómetszés, ami során a növények elhalt ágait távolítjuk el, elhalt vagy sérült ágait távolítjuk el. Ez lehet egyaránt alkalmazni a dísznövényeknél, vagy a gyümölcsfák is, vagy akár alkalmazhatunk fiatalító vagy ritkító metszést is. Emellett a melegigényes növényeket, mint például a fügebokor vagy a datolya szilvafa kevesebb fagykár ér, ezért könnyebben áttelelnek. Azonban a hosszú és enyhe tél következtében hamarabb megindulhat a növények netkeringése, elkezdhetnek kihajtani. Későbbiekben egy hirtelen beállt fagykár, fagy esetében fagykárt okozhat, fagysérülést okozhat a növényeknél. Hozzá kell tennem azt is, hogy az enyhe tél, tehát a téli időjárás nagyban befolyásolja a későbbi ebben alkalmazott növényvédelem intenzitását. Ugyanis ahhoz, hogy kevesebb kártevő és kórokozó okozta betegségek nehezítsék az ember dolgát, szükség van lehűlésre és mínuszfokokra. Január 21-én szombaton hírták meg a középiskolába készülő diákok a központi felvételiket magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából. Több mint 71 ezer diák töltötte ki a tesztet országszerte. 10-10 feladat várt a diákokra, amit 2x45 perc alatt kellett megoldaniuk. A tárgyi tudás helyett sokkal inkább a megszerzett kompetenciákat, készségeket mérik. Az eredményeket 2 héten belül tudják meg a diákok. Méltó és igazságos, hogy a Magyar Kultúra Napja a himnusz megszületésének napja, jelentette ki a miniszterelnök vasárnap a himnusz elkészültének 200. évfordulóján. Orbán Viktor ünnepi beszédében hozzátette, 1000 éves távlatban sincs még egy olyan alkotása a magyar kultúrának, mely képes lenne úgy felemelni szíveket, mint a himnusz. Elmondta azt is, hogy ez a költemény arra emlékeztet bennünket, hogy bár bűneink száma és mértéke lehet magas, a Jóisten mégsem törölt el bennünket a föld színéről. Kiérdemelhettük, hogy jövőnk lehessen, és ha van remény, mely kiérdemli a túlélés jutalmát, akkor az az önmagunkhoz való ragaszkodás. Ezért nem szédülünk bele az egyre véresebb háború örvényébe, ezért akarunk tűzszünetet, tárgyalásokat és békét. A magyarok megtanulták, hogy a történelem jó és rossz oldalát azok a nagyhatalmak fogják meghatározni, akik utóbb felülkerekednek. És őket legkevésbé sem érdekli, mi a jó, vagy mi a rossz a magyaroknak. Ezért nekünk a legbonyolultabb és legnehezebb helyzetekben is a történelem magyar oldalán kell maradnunk. Számos programmal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Szekszárdon. Rajzversenyt, könyvbemutatót, kiállítást és rendhagyó irodalomórát is szervezett a Babits Mihály Kulturális Központ a himnusz létrejöttének 200. évfordulójára. Az egy hétig tartó eseménysorozat szerdán zárul majd egy színházi előadással. A gyerekeket is megihlette nemzeti himnuszunk születésének 200. évfordulója, ugyanis ebből az alkalomból a Babits Mihály Kulturális Központ rajzpályázatot hirdetett, amire számos pályamű érkezett be. Ez azonban csak egy volt a sok program közül, amit az intézmény megszervezett a Magyar Kultúra Hetében. Több színházi előadással, könyvbemutatóval,
művészetek házában koncertekkel, rajzkiállítással és sok-sok érdekes műsorral emlékezünk meg ezekről a jeles jubileumi pillanatokról, illetve ezekről az eseményekről, és azt hiszem elmondhatjuk azt az örömteli tényt is, hogy hosszas munka után, több mint egy év kemény munkája után ezek a rendezvények hasonlóan a többi rendezvényeinkhez szinte mint teltházasak. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a himnusz kéziratát. Az egyhetes rendezvény további részében Nyári Krisztián író tart rendhagyó irodalomórát a középiskolás diákoknak a kulturális központban, majd kedden este a Kultúrkortyok elnevezésű programsorozat keretein belül író-olvasó találkozóra is lehetőség nyílik. Ez az emlékév párosul ebben az évben Petőfi Sándor születéséhez köthetően szintén egy 200 éves jubileumhoz. Jeles költőnk 1823. január 1-én született, úgyhogy ez az egész évad mind az országban, mind itt nálunk a városban nagyon sok érdekes hagyományőrzés kulturális eseménnyel fog gazdagodni. A Kultúra hetét szerdán egy színházi előadással zárják majd. A Dériné ifjasszony című produkció ingyenesen tekinthető meg január 25-én este 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központban. A részvételhez azonban regisztráció szükséges. A szankciók és a háború hatásai miatt az energiaárak és az infláció is az egekbe szöktek. Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram néven újabb segítséget nyújt a kormány a nehéz helyzetbe került vállalatoknak. Az egyik fő céljuk ezzel a családok és a teljes foglalkoztatás megvédése. Az új hitelprogram februárban indul, ami által a vállalatok kedvező kamatozással juthatnak majd plusz forráshoz. A minősített könyvtár kitüntető címet adományozta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a Bonyhádi Bibliotékának az úgynevezett teljes körű minőségmenedzsment szemléletű eszközeinek és módszereinek kiemelkedő színvonalú alkalmazásáért. A cím használatára 2023 és 2027 között jogosult a Solymár Imre Városi Könyvtár. Az elismerést január 21-én vehették át Budapesten. A díjjal 500 000 forint támogatást is kapott az intézmény. Eseménydúsan telt a hétvége, egy könnyű sérüléssel járó és 5 anyagi káros baleset történt Tolna vármegye útjain. Emellett a rendőrök több ittas vezetővel szemben is intézkedtek, illetve akadt olyan sofőr is, aki jogosítvány nélkül ült volán mögé. 6 baleset történt az elmúlt hétvégén Tolna vármegye útjain. Pénteken az éjszakai órákban egy jönki férfi haladt a 63-as főúton Nagy Dorog térségében. A vezető elmondása szerint elaludt. A sofőr ekkor letért az útról, és az útmenti betongyámnak ütközött neki. Az autó felborult, és az autóban utazó mindkét fél, az utas is, illetve a sofőr is könnyebben sérült meg a balesetben. Az eset körülményeit a Paksi rendőrkapitányságon fogják vizsgálni, a sofőrrel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Egy autós a gerjeni elágazó utáni kanyarban nem megfelelően választotta meg a sebességét, lesodródott az útról és a 3 méter mélyen lévő kanálisba csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a balesetben nem sérült meg senki. Illetve történt Bonyhádon egy anyagi káros baleset, amikor is a Kossuth Lajos utcában közlekedett pénteken délután egy járművezető, aki megállt a stopptáblánál, illetve mögötte lévő autós is ezt tette. Az a hátul lévő autós úgy észlelte, hogy az előtte lévő kocsi vezetője elindul, azonban ezt nem tette meg, viszont a hátul lévő autós elindult, és neki ütközött az előtte lévő autónak. Senki nem sérült meg a balesetben, azonban mindkét kocsiban jelentős anyagi kár keletkezett. Továbbá 2 baleset parkolás közben történt. A hétvége folyamán az egyenruhások több ittas vezetővel szemben is intézkedtek, illetve akadt olyan sofőr is, aki engedély nélkül vezetett. Mindannyiuk ellen eljárás indult. 456 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, adta hírul az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. Pénteken 128, szombaton 123, vasárnap 199 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 6 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1233 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza.
Két év kihagyás után szervezték meg ismét ezen a hétvégén a szekszárdi kispályás labdarúgó kupák egyik legfontosabbját, a Vászbau kupát. A legjobbnak ezúttal a korábban már serleggel hazatérő bátaszékiek bizonyultak. Idén is Tolnavár megye minden szegletéből érkeztek nevezések a nagymúltú Vászbau kupa hétvégi mérkőzéseire. Az eddigi 18 kirásból 5-ször nyert a Bonyhád, a második legeredményesebb gárda a Szekszárd 3-szor hódította el a kupát. A Bátaszék is kétszeres győztes, és mindig, amikor csak tudunk, akkor részt veszünk rajta. Az elvárás most semmi nem volt, az volt a lényeg, hogy jöjjünk el, érezzük magunkat jól, a srácok kezdjenek egy kicsit ráhangolódni ugye az új idényre. Voltak érkezők is, nézzük meg őket, hogy illenek bele a csapatba, de aztán tök jól jöttek az eredmények, és ugye most az elődöntőt éppen játsszuk. Hát én reménykedem, hogy be is jutunk a döntőbe, aztán ott meg már bármi lehet. Hiába a két év kihagyás, ismét a Bátaszékese nyerte a kispályás kupát. A főszervező szerint viszont a 2023-at nyitó rendezvény minden korábbinál sikeresebb volt. A két kihagyás után megtartott rendezvényen rekordszámú csapat vett részt. Ez a kupa olyan szinten ivódott bele a megyei labdarúgásba, hogy abból kifolyólag, hogy ezt csak igazolt csapatok játszhatják, és emiatt nagyon magas színvonal. A jelenleg is nagyon sok néző van, és tényleg azt a színvonalat hozza, amit elvártam. A szervezők célja, hogy jövőre ismét megszervezzék a Vászbau kupát. Ismét nehéz év előtt állnak a magyar gazdák, de bízhatnak a kiszámítható agrártámogatási rendszerben idén is, mondta hétfői sajtótájékoztatóján az agrárminiszter. Nagy István a legfontosabb feladatok egyikének az új agrártámogatási rendszer elindítását nevezte. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei elkezdték az országjárást. Az agrártámogatásoknak saját honlapjuk lesz, és hamarosan tájékoztató kiadványok is készülnek, tette hozzá. A miniszterelnök fő tanácsadója azt ígérte, hogy a kormány folytatja az együttműködést az agrárszervezetekkel, a válságot pedig soha nem a gazdák kárára fogja kezelni. Nyitrai Zsolt egyúttal bemutatta a 2023-as agrárnaptárt, amit több mint 10 000 példányban juttatnak el a gazdákhoz a szakmai lapok és a közvetítő szervezetek segítségével. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Rendőrök a pécsi gyalogátkelőknél január végéig ellenőrzik a zebrák környékét. A pécsi naperőmű működtetéséről dönthet a közgyűlés, elkészülte után 3 évvel termelhet áramot a létesítmény. Szakmaismereti versenyek a pályaválasztásban segítenek az iskolásoknak. Újabb gázolás történt az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelyen Pécsett a napokban. A Baranyai vármegyeszékhelyen több esetről is olvasni a hírekben, legutóbb tavaly decemberben történt ilyen eset. Éppen ezért fontos a rendőrök újabb akciója. A zebrák környékén figyelik a közlekedőket, akár gyalog, akár járművel érkeznek. A szabálytalankodók helyszíni bírságra számíthatnak. Gyalogost ütött el a zebrán ez az autó Pécsen január 18-án este. Az áldozatot mentő vitte kórházba. Az eset az Expo Centernél történt. Információink szerint egy fiatal férfi ment volna át a gyalogátkelőn, mikor az autó elütötte. A Baranyai megyeszékhelyen legutóbb tavaly karácsony előtt történt gázolás a zebrán a hírek szerint. A rendőrség kiemelt ellenőrzéseket végez mostantól a gyalogátkelő helyeknél, tudtuk meg a Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársától. A Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság január 31-éig kiemelten ellenőrzi a kijelölt gyalogos átkelőhelyek forgalmát, mind a gyalogosok, mind a járművezetők tekintetében. Az ellenőrzésre csúcsidőszakokban kerül sor, és főként azoknál a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél, ahol a közelmúltban baleset történt. Azt ellenőrzik, hogy a gyalogosok szabad vagy tilos jelzésnél kelnek át az úttesten, illetve arra is figyelnek, hogy a kijelölt helyen mennek át. Az autósok sem maradnak ki az ellenőrzésből, mondja a rendőr. Nagyon fontos most, hogy megváltoztak az időjárási körülmények, hogy a járművezetők mindig az út, időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezessék járművüket, mivel a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken a járművel a gyalogosnak elsőbséget kell adni. Ezért csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelíteni a kijelölt gyalogos átkelőhelyet, hogy a járművezető, ha szükséges, meg is tudjon állni.
Fontos, hogy látható legyen a gyalogos, ezért sötétedés után érdemes láthatósági mellényt viselniük, hogy az autósok könnyebben észrevegyék őket, emelte ki a rendőrség munkatársa. Egyébként a sérüléses balesetek 6-7%-a történik a kijelölt gyalogos átkelő helyeken a statisztika szerint. Megszülethet az utolsó döntés a pécsi naperőmű ügyében a januári közgyűlésen. Erről volt szó a Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság ülésén pénteken. A szakbizottság azt támogatja, hogy piaci alapon működjön a létesítmény, ezt a javaslatot viszik be a testületi ülésre. A bizottság jobboldali tagja azt mondja, 3 évet kellett várni, hogy végre működhessen a közel 1 milliárdos beruházás. Ez a pécsi naperőmű, ami valójában 3 napelemparkból áll. 2016-ban kezdték építeni, és 2019-ben fejezték be a beruházást. Azonban azóta nem termel áramot a város hasznára, mert nem született döntés, hogyan működjön. 3 év után ma döntött erről a szakbizottság, mondta pénteken a Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság tagja stábunknak. 2 lehetőség közül kellett választania az önkormányzatnak. Vagy létesít még fővezetéket és valamelyik intézményükhöz kapcsolja, vagy piaci értékesítést választ. Ezt 3 év alatt nem tudták eldönteni, most pedig már ott tart a dolog, hogy mindenképpen ennek az évnek a végéig már nem csak eldönteni, hanem kialakítani kell. Ma úgy döntött a bizottság, hogy végülis a piaci értékesítést választja. Ez azt jelenti, hogy vissza kell fizetni a 40%-át a kapott támogatásnak. A kormány 100%-os támogatásban részesítette a beruházást 2020-ban. Így 750 millió forintot fizettek a pécsi naperőmű kialakításáért. Ennek a 40%-át kell visszafizetnie a városnak. Azonban a megtermelt elektromos áramért kapott bevételből ez idővel megtérül, mondja a politikus. A naperőműről a végső döntést a városi közgyűlés mondja majd ki a bizottság javaslatára január 24-én. Még lehet jelentkezni a szakmaismereti versenyekre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Idén 5 ágazatban írták ki a gyakorlati és elméleti tudáspróbát. A 6.-7. osztályos általános iskolásokból álló csapatok a felkészülés során megismerhetik a vendéglátás, a gépészet, az építőipar vagy éppen a villamosipar, járműgyártás szakmáit. Így könnyebben tudnak majd iskolát választani a továbbtanulásnál. Napelemes körhinta, pneumatikus targonca, a villanyász és a gépésszel elnevezésű szakmaismereti versenyek házi feladatai ezek. A 6.-7. osztályos csapatoknak otthon, illetve az iskolában kell ezeket elkészítenie az idei versenykiírás szerint, amit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában állítottak össze. Idén január 25-én kezdődnek a szakmaismereti versenyeink, 5 ágazatban tehetik próbára magukat a gyerekek. Gépipar, villamosság, vendéglátás, építőipar és járműgyártás. Az első forduló, mert hogy ezek a versenyek évek óta 3 fordulósak, az első fordulóban mindig az online térben egy szakmaismereti kérdőívet kell kitölteniük a gyerekeknek. Azok, akik ezt sikerrel teszik, a 2. fordulóban kell elkészíteni az előbb említett gyakorlati házi feladatot, majd a legjobbak a megyei döntőben bizonyíthatnak. 10 csapat tud bejutni, ezen a döntőn pedig egy nagyon interaktív, rengeteg gyakorlati feladatokkal kell megküzdeni a gyerekeknek. Ezeket a feladatokat a Baranya megyei vállalkozások, cégek állítják össze, ők jönnek el és képviselik a saját ágazatukat, a saját profiljukat ezekben a versenyekben. Tavaly több mint 200 csapat jelentkezett, összesen 600 általános iskolás gyerek. A múlt évben a vendéglátás volt a legnépszerűbb szakirány. A gépésszel verseny pedig idén már 13. alkalommal rendezik meg. Nagyon szeretik az építésszel versenyt is, ahol ilyen házmaketteket kell építeniük a gyerekeknek, mondja a szakember. Purger Valéria azt mondja, idén is több 100 csapatra számítanak, jelentkezni még lehet a versenyekre. A különböző szakmacsoportokban meghirdetett megmérettetésre a 6.-7. osztályosokat várják. Cél, hogy a feladatokon keresztül megismerjék a különböző iparágakat, így könnyebben tudjanak iskolát választani a továbbtanuláskor.
Végül nézzük főbb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Kora tavasz a kertekben, szükség van lehűlésre és mínuszfokokra. Magyar Kultúra Hete, számos programmal készültek Szekszárdon. Balesetek Tolna vármegye útjain, esemény dúsan telt a hétvége. Vászbau kupa, 2 év kihagyás után szervezték meg ismét a tornát. Kedden az elgyengülő csapadék visszaszorul a délnyugati határszélre, így a nap részén borongós idő valószínű. A légmozgás általában gyenge marad, ismét csökkenni kezd a hőmérséklet. Éjszaka lecsökken a felhőzet, emiatt ködfoltok alakulhatnak ki, illetve gyenge fagy lesz. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!